Ünnepelni gyűltünk össze a magyar és a román állam érdemes művésze, a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagját, Senkászki Endrét, akit nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindannyiunk nevében. Landi bácsi tanúja két évszázad színjátszásának is. Az ő jelenléte rendkívül termékeny volt a színház, a társulatépítés szempontjából, mert nagyon sokan tanultak tőle. Az, hogy mára ilyen erős társulata lehet a Kolozsvári Magyar Színháznak, az nem utolsó sorban Bandi bácsinak is köszönhető. Bandi bácsi, miután a rendező óvatosan sugallja neki, hogy az idős grófnak fel kéne sietni az emeletre, mindannyiunk ámulatára, kettessével véve a fokokat, felviharzik a lépcsőn, majd visszafordul, és könnyedén megkérdi, hogy erre gondoltak-e. Vagy amikor Bandi bácsi egy egész felvonásnyit ül összegubozva a bőröndök alatt az ágyban, hogy majd Firszként, akihez bemaszkolt, mert 80 sok évesen nem érezte magát elég öregnek, elmondhassa, hogy már pedig ő itt marad. Meg a viccelődés a buszon, miszerint Bandi bácsi lassan kimarad a társas játékokból, mert azokat általában 3 éves kortól 99-ig ajánlják. Mi, színikritikusok úgy gondoljuk, hogy a magyar színház történetben, amit csak így lazán használunk, nincs magyarországi magyar, és erdélyi magyar, vagy más magyar, van egy láncszem, egy meglévő láncszem, akit Senkászki Endrének hívnak. Az ő pályája összeköti a vándorszínészetet az állandó színházzal. A Kolozsvári Nemzeti Színházat a maival, amit állami magyar színháznak hívunk, összeköt annyi színészi játékstílust, amit alig tudhat életpálya felmutatni. És összeköti Janovics Jenőt, Harag Györgyel és Tompa Gáborral, mert Senkászki Endre szerencsés volt, valamennyiükkel találkozhatott. Bandi bácsit nem tudom, hogy tegezem-e vagy magázom. A mondat elején inkább tegezni szoktam, aztán megszeppenek és magázódunk. Most inkább letegezem, mint amikor imádkozunk. Bandi bácsi, fogadd el tőlünk a színikritikusok életműdíját. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a jövő színháza. De felelősek vagyunk a jelenéért.